Esztergomban tartották a rally futamát, ahova a Faragó Szabó 2-ös már törött autóval érkezett. Egy kicsit elméreteztem egy kanyart, és hát pördültünk egyet. Két nap éjjel, éjjel-nappal dolgoztak a srácok is, az olasz szerelők, a lakatosok is, fényezők is. Hát most jött ide be az utolsó pillanatban az autó. Öregettem egy 3 évet, azt hiszem, ez az 1 óra alatt. De az a lényeg, hogy itt van, és hát megpróbálunk ezen versenyen most kicsit okosabban menni, és hát végig szeretnénk menni. A rajdobogón a Ranga Bükki páros olyan tetemes előnnyel, hogy akár a második hely is elég magyar bajnoki címük megszerzéséhez. De volt, akinek már a lehetőség is elúszott, és szokatlan szerepkörre kárhoztatott. Nekem is egy kicsit szokatlan, nagyon rossz nézni itt a fiúkat, hogy húznak el itt a szervizkocsi mellett. A Toyotámmal van egy kis probléma, a motorjával. Gyakorlatilag már a Budapest Rallyn rakoncátlankodott. Mi kijavítottuk a hibát, és végülis ezért indultam én Ádándon a rallycross versenyen megpróbálni az autót, de sajnos még egyszer ugyanez a hiba előjött vele, úgyhogy ki kellett vinni a gyárba, és még nem készült el az autó. Rangáék autója viszont egybe volt, szombaton. Vasárnapra azonban megváltozott minden, és ő ezt talán érezte is. Nem hiszem, hogy ennyire gazdag lenne a magyar rally sport, hogy ilyen ennyire brutális pályára kellene vinni, mert én szerintem ez sokkal rosszabb, mint a Veszprémi lőtér. Ugyanakkor ezeken az ugratókon és bukkanókon tulajdonképpen semmiféle vezetéstechnikát nem kíván, itt a bátorság győz. Egyelőre semmilyen műszaki problémánk nem volt. Az autó tökéletes üzemel, a fiúk teljesen jól dolgoznak, meg volt a szokásos futóműcsere, holnap cserélünk még egyszer. Most egy karbantartáson átnézik az autót, és akkor így tesszük be a parkfermébe. Szerencsénk volt. Ma nagyon sokszor szerencsénk volt. Igazából ezt az egész mai galibát ugye hát én okoztam. Aztán a szerelők szerintem teljesen professzionális módon kijavították a hibát, megcsinálták az autót, és aztán itt újra szerencsénk volt, amikor tudtunk menni egy nagyon jó gyorsasági időt. Nem volt szerencséjük viszont Ferjáncéknak, akiknek annak ellenére, hogy megpördültek, volt némi esélyük, hogy befogják Rangát, mi több, volt 6 másodperc előnyük is az egyik szakasz után. Amikor elrajtoltunk, akkor úgy csatszoltunk, hogy valami első 3 valamelyik helyre szeretnénk bekerülni. A második helyen megerősítettük a bajnokságban a második helyünket. Most már csak egy verseny van hátra, a bécsi. Én azt hiszem, hogy ha nagy mixer nem történik, akkor meg tudjuk tartani a második helyünket évvégén. Egy új autóval fogtunk az évnek. A gyerekbetegségek azok előjöttek, de én azt hiszem, hogy most év végére kiküszöböljük a hibákat, és talán jövőre egy erősebb géppel tudunk majd nekivágni a következő szezon. Megpróbáltunk mindent az ügy érdekében, nagyon erős az autó, visz minket, mint Floki a lábtörlőt, de bennem volt a verseny elején ez egy kis tartás, remegett a gázon a lábam, hát ez van. Örülök nagyon a harmadik helyzésnek, mert azt hiszem, hogy két ilyen név mögött, mint a Laci meg az Attila, azt hiszem, hogy egy jó helyzés a harmadik. Ugye, most befutottunk harmadiknak, így a bajnokságban a harmadik helyet foglaljuk el a nagy abszolútba, ami azt hiszem, hogy 2 versenyt mentünk ezzel az autóval, végül is az az eredmény alapján én ezt jónak találom. Tudom, van mit pótolnom, mert nagyon-nagyon sok olyan kanyar volt, meg olyan helyzet, ahol nem igazán nyomtam a gázt, de hát ezt meg kell tanulni. Attilának is, meg a Lacinak is több mint 10 év forja van velem szembe, de meg fogom próbálni, és meg fogok mindent tenni annak az érdekében, hogy utolérjem őket. Hát most kedvezett a szerencse, úgyhogy sikerült az első helyre fölküzdeni magunkat, úgyhogy a Tibi kiállt, és ezzel átvettük mi a vezetést. Bár menet közben az az igazság, egyszer-kétszer megfordult a fejünk, hogy nem jutunk be a célba, ugye egy partfalat gyorsan, lábatlani gyorsaságén megfogtunk, összetörtük az autónk elejét, de azért így is maradt annyi erőnk, hogy a tegnap földgyűlemlett vagy földgyűjtött előnyt azt ki tudtuk aknázni. Mind a ketten nagyon boldogok vagyunk. Óriási harcot vívtunk az oroszlánékkal, meg a Doki is nagyon-nagyon rajtunk volt. Volt, amikor már voltunk 7-ek is a mai napon.
itt nem volt az, hogy végig kell menni, itt nagyon keményen nyomni kellett mai napig a gázt. Az első 15-20 autóban itt már csak a pénzek meg a gumik dominálnak. Azt hiszem, hogy a sofőrök itt már nagyon-nagyon kiválóak. Minden bizonyítja is, hogy azért nagyon jó autóztunk mindenkivel a legvégén, tehát nem csak mikor szárazabb volt a pálya, vagy kicsit javult, hanem ugyanúgy azon a rossz nyálkás, szinte majdnem azt kell mondani, hogy jeges volt az út. Az idén elég szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert Kisbéren nyertünk, a Budapest rali másodikok lettünk, itt meg harmadikak lettünk. Nagyon sokszor nehéz volt gumit választani, mi is sokszor elrontottuk, vagy négyszer mentünk slick gumival az óvogó esőben. Annyira csúszik az autó ilyenkor, mintha jégen menne, vagy talán még jobban. Megúszik a kerék a vizen, és szinte kormányozhatatlanná válik bizonyos helyzetekben. Mi tulajdonképpen azzal veszítettünk, ezt a versenyt azzal vesztettük el, hogy esőbe slick gumikkal kellett mennünk sokszor, de itt most már sok tennivaló nem volt, ez jött, ez lett. Úgy néz ki, hogy nagyon jól megy, és vezetjük az N csoportot. Az abszolútban negyedik helyen vagyunk, de az aszfalt gyorsaságikon sajnos megadta a váltó magát, és abszolút harmadik nélkül megyünk, tehát 2-4-5, illetve 1-2-4-5. Nem tudom, hogy a holnapi napot kibírja. Majd meglátjuk. Ilyenkor már az ember úgy aránylag tudja nézni, hogy természetesen a tempó már közel nem olyan, mint mondjuk az előző körben, amit megszoktak. Hát valóban lehetett látni a nézők arcán, szóval döbbenten néztek, és nem tudták mire vélni, hogy amelyik autó előtte sokkal gyorsabb tempóban, az most mitől megy relatíve lassabban. Mi történt az Audival? Hát éppen ezen a gyorságon a 5. sebességi fokozatból benne maradt. Szóval rajt után felmattuk 1-2-3-4-5, még semmi gond nem volt, csak jött a kanyar, vissza kellett volna váltanom. Látszik, valami reteszelő szerkezet eltörhetett benne, mert attól kezdve semmilyen más sebességet nem tudtuk kapcsolni, csak az 5. Ez a célba érkezés a Ranga Büki párosnak azt jelentette, hogy az utolsó futamtól függetlenül 1993 bajnokai.